Ki volt írva, hogy egy áráért most kettőt vihet? Igen, de ez nem erre a termékre vonatkozik. Akkor gondolom erre sem. Nagyszerű, hát akkor... Vissza az egész. Bocsánat. Tessék! Mi ennyit már úgysem használunk el. Nem, köszönöm szépen. Kérem, Csengiz úr! Vegye csak el! Maga Neslihan, ugye? Köszönöm. Hány hónapos? 4. Mi a neve? Jelinnak hívják. Az anyja lelépett. Igen, tudom. Azt viszont nem tudtam, hogy született még egy gyerekük. Berk. Az enyémet Berknek hívják. Én is egyedül nevelem. Nem egyszerű, ugye? Nehéz. Nagyon nehéz. Megtanultam, hogy a kimondott szó és az igazság között mindig van egy árnyalatnyi különbség. Hazugság könnyebben elrejt egy őszinte vallomást. Most egy kis albérletben lakom. És pont munkát keresek, hogy valamiből eltartsam a gyereket. Hát igen. Legalább nekik legyen szebb életük, mint nekünk volt. Én sem kívánok már sokat. Nem is tehetem. Legyen egy apja, aki ott van mellette, és nőjön fel rendben. Aztán egyszer hát, ha kibékülünk. Na nem. Én nem akarok kibékülni az apjával. Dehogy is nem. Hármasban nyilván jobb volt. Hát nem éppen. Gyerekkoromban azért rettegtem, mert apám vert. Erre a saját férjem folytatta. A maga korában én is elszöktem otthonról. Tudja, hogy mi elől? Menekülni akartam a konyhában élő csótányoktól. Menekülni a csorba poharaktól. A gázlámpáktól, a műanyag terítőn lévő cigarettanyomoktól, igen, a szegénység elől. Aztán? Mikor apám meghalt, úgy búcsúzott, hogy belőlem nem lesz senki, hogy amíg üldöz az élet, én csak szenvedni fogok. Minden napomért, mutatta a hatalmas szurkos kezeit, és azt mondta, jól nézd meg őket, mert a tiéd is ilyen lesz. Bármit teszel, az lesz belőled, ami belőlem egy senki az. Akkor ön a magunk féléktől is menekül, Csengiz úr. Igen, igen! De végül is igaza volt. Hisz itt vagyok az utcán, nem? Úgyhogy most megint mondhatja magáét az a mocskos alak. Megint mutogathatja a korom fekete kezeit. Szinte látom, ahogy elégedetten hátradől és nagyokat röhög. Csak hogy nem adom meg neki sokáig ezt az örömet. Eltűnök innen, elmegyek, és soha senki nem talál meg. Ezzel sincs egyedül, Csengiz. Minnyájan menekülünk valami elől. Minnyájan menekülünk. Mindannyian szabadok akarunk lenni. Thank you.
után a parkolóban. Egy dolgot kell még megtanulnom. Megszabadulni a felesleges terheimtől. Csinál. Csupa olyat, amit szerintem nem kéne neki. Most éppen rakit iszogatnánk. És te ezt csak így hagyod? Lejöttem jégért. Van a konyhában? Ugye, most csak hülyéskedsz velem. Nem jéggel issza? Miért kell itatnod? Mi a francért tukmálod rá? Miért kiabálsz? Te észnél vagy? Vedd már észre magadat. Miért nem lehet neki szólni, félsz tőle? Ajjajjaj. Ali, hát nem látod, milyen állapotban van az apám? Látom. Látom szépségem. Nagyon is jól látom. Nem vagyok hülye. Pontosan látom, hogy remek kezelába. Fogalmat sincs, mit tegyél, ugye? Akkor majd én megmutatom. Gyere! Tessék, ezt is látom. Azaz látjuk. Mielőtt folytatnád, csak hogy ez nem rám tartozik. Nem az én dolgom, hanem egyedül a tiéd. És mit tudok tenni? Hogy legyek az apám lánya, amikor szinte sose voltam? Mit kéne csinálnom? Vagy mondanom neki, mert nem tudom? Tedd, amit eddig. És reméljük, nem lesz nagyobb baj. Nekem is jött egy. Ez a melósoké. Lassan te is megtanulhatnál bemászni a kocsik alá. Nem, én inkább felül szeretek lenni. Akkor csak azért dolgozz, hogy legalább piszkos legyen a kezed. Mihez kezdesz, ha ennek az egésznek vége? Amikor ennek vége lesz... Ha egyszer vége lesz, elmondja, mi következik. Gondolom, visszatérsz a csaláshoz. Nem. A családhoz térek vissza. Megfogom Jeant, felkapom a fiamat, és elhúzunk innen a francba. Istenhoz a Genghis. Már nagyon vártam, mikor fedett fel újra az igazi arcodat. Te ne dumálj. Eddig vakon megbíztál bennem, most meg egyszeriben kinyílt a szemed? Szerinted él ember a környezetedben, aki még bízik benned? Legfeljebb Kenan. Te olyan okos ember vagy, hogy nem érted ezt? Én is azt szeretném, hogy elintézd azt az embert. Hogy megint ömer legyél. Hogy valamilyen úton, módon, de megbocsáss nekem. Tök mindegy, hogy ezerként vagy ömerként, de bocsáss meg nekem. Azt szeretném, hogy újra velem legyél. Mert érdésmond, te vagy az első családom. Lehetek rossz? Lehetek aljas, de Genghis vagyok. Te pedig Ömer, ha minden igaz. Ahogy én Genghis, te úgy vagy Ömer. Mint halálig. Genghis, Ömer és Eishan? Ki más? Ha ennek egyszer tényleg vége lesz, a bűnbánó, a jámborali úgyis felszívódik. Csak mi hárman maradunk talpon. És ha mindezek után Eishan újra az enyém lesz, mit gondolsz, hogy tartom meg? Na, ez érdekel. Ezzel. A mi sorsunk meg van írva. Nem azért jöttünk a világra, hogy csak egyszer játsszuk a játékát, hanem újra, meg újra, és újra.
Mindent ugyanúgy megismételsz? Csak amit muszáj. Itt van például Jan ügye. Bár igazából ő a tiéd is. Ne fogd vissza magad, mondjad. Mindazt, amit régen megtettem. Ha ez a te ügyed végérvényesen lezárul, és hogyha szükséges, szebbrebben is nélkül újra megteszem. Ne kertelj, mondd meg konkrétan! Van egy szép sírhely. Mikor mindennek vége, Eishant és Jant is visszaszerzem, ha kell, akár úgy, hogy ezelt is oda temetem Ömer mellé. Ez szép. Nagyon szép. Csak tudod, ha ez az ügy lezárul, Genghis testvérem, nekem is fontos lesz, hogy visszakapjam a családomat. Ezért én is szemrebbenés nélkül, sőt élvezettel teszem majd, amit kell. Én temetlek el téged, barátom. Mi ez? Még írásba is adod? Az ajtó előtt találtam. Eishan közös megegyezéssel válni akar tőle. Válni akar a drága? Milyen szomorú. Mi volt a klubban? Beszámolót kérsz? Érdekes azok után, hogy ennyire bízol bennem. Ez két külön dolog, Genghis. Attól, hogy nem bízom benned, még pontosan tudom, mire vagy képes. Hogy akár szenvedélyből, akár haragból, akár féltékenységből, de mindent megtennél, hogy legyőzd Kenant. Ezért lehetsz még itt. A pincérnő négy nevet mondott. Már jó ideje együtt teniszeznek, néha Kenannal kiegészülve. De két hónappal ezelőtt egyikük összerúgta bele a port valami nagy igazságtalanság miatt, amiről a nő már nem beszélt, így utána néztem. Mikor? Az előbb. Nem messze egy internet kávézóban. Burak Buluk. Két hónapja részt vett egy szántó versenytárgyalásán, amit meg is nyert. Csak visszalépett. Így a végleges győztes a birkán bányászott. Egy a Kenant nem szeretők közül. Hasznunkra válhat? Holnap kiderítjük. Bármennyire is nem szeretnénk, még mindig a képzeletbeli kerítés innenső oldalán állunk. Várjuk a segítséget, amellyel átjuthatunk a túlsó felére. Éppen úgy, ahogy az ottaniak is várják, hogy mikor jöhetnek át a mi térfelünkre. Sört. Lefekvés előtt felfúj. De ha még víraztunk egy kicsit, jöhet. Öreg, legalább most meg a kezedet. Várj! Megyek segíteni. Legyen el, álljon, nem kell. Lefekszem, majd reggel beszélünk. Ez meg mi a büdös franc? Na nem! Tüntesd el innen! Apa! Látni sem akarok ilyesmit. Különben sincs rá szükségem. Nem viszem el. Marad. Takarítsd el. Rögtön. Ebben a házban ilyen szörnyűségnek nincs helye. Te is tudod, hogy segít. Lányom, ne tedd ezt. Nem vagyok béna, világos. Ramis Karaeskit nem fogják bénának nevezni.
Akkor miért nem tudsz lábra állni, apa? Tudok. Az előbb sétáltam. Mozog ez. Látod? Amikor a nyolcas megkéselt téged, a gerincvelőt tápláló egyik ér, ami a szín magasságából indul, csúnyán károsodott. Nem szállít elegendő vért. Beszéltem az orvossal. Beszéltél egy orvossal, aki nem tud semmit. Ennél komolyabb bajokat is túléltem már. Engem nem győznek le. Már legyőztek, apa. Jobb, ha beletörődsz. És ha ezzel nincs, már valószínűleg nem is élnél. Ki mondta ezt? He? Ki mondta? Lábra állok, és megerősödöm. Ramis Karaeskire nem mondhatják, hogy béna. Akkor állj lábra, apa! Rajta! Ha tudsz járni, gyere ide hozzám! Tudok. Tudok. Járni fogok, ugyanúgy. Az unokám nem tett engem nyomorékká, majd meglátod. A legnagyobb félelmeinktől gyakran csak egy kis küszöbb választ el minket, de igyekszünk távol maradni tőle, mert ha átlépnénk rajta, azzal elismernénk mindazt, amivé életünk során váltunk. Gyerünk, na, induljatok el! Működjetek, működjetek az isteneteket! Nézd meg apádat! Nézd meg, hogy mivé lettem. Ramis Karaeskiből roncs lett. Ramis Karaeski egy nyomvat selejté vált. Nem akarom. Ne törődj vele. Ne törődj vele. Álljon meg ott. Ez sose lépje át. És ha mégis megteszem? Akkor minden szabály megszűnik. Amit viszont elismerünk, az szabaddá tesz. Ez esetben bemutatom valakinek. Beszélgetésünk, Temusz. Mindenek előtt hozd rendbe magad. Utána pedig találd meg nekem Ramist. Kérdezhetek valamit? Inkább tőlem kérdezz. Ali? Tedd vele, amit kell. A többiek? Jenkins. És ezzel? Ha majd rajtuk a sor, ezt akkor kérdezd. Csak nem biztos, hogy lesz időm kérdezni. Valóban? Ez esetben vedd úgy, Temuz, hogy a te életed is ettől függ.
Isztambul 1971. Mi egy sort csinálunk? Mit értek én a szórakoztatáshoz? Persze te könnyen ugrándozol, öcsi. De engem vesznek elő, ha nem jön össze. Ne aggódj, tökéletes lesz. Te csak tedd azt, amit mondok. És elárulnád mégis, hogyan tervezed ezt? Még egyszer. Rendben. Majd meglátod. Megint nem jó. Bűvésznő? Hogy haladsz? Próbálgatunk még, de szerintem menni fog. Már most is megy, lányom. Ennél szebben ezt nem is lehet elénekelni. De úgy, hogy gyakoroljunk. Szeretnék élni ezzel a lehetőséggel. Akkor viszont én is. Ez mi? Egyenesen Párizsból. Gondoltam, egy könnyű tánccal is kedveskedhetnék. Az meg mire kell? Arra, ami még hiányzik. A jelmez. Ramiz bátyám. Ha? Várjon, uram! Már bezártam. És ki újra? Sajnos nem lehet. Jól van. Sikerülni fog. Bíz bennem. Meglátod, szuper lesz. Hajratli még rangot is ad neked, annyira. Az egészet csak miattam csinálod. Persze, ki másért. Hogy nekem tégy szívességet. Igen. Nem azért, hogy elüzdíne Hajratlinét? Nem, dehogy. Szelmának sincs köze hozzá. Mi köze lenne? De beleszerettél, gyerek.
nem gyönyörű? Most mondd meg. Nem tudom megmondani. Én nős vagyok, öcskös. Akkor is. Ezt azért csak látni. Van itt még egy szabad hely? Zuttyanj le! Kettőtök közé üljek. Engem annyira nem zavar. Terítettetek? De jó, ez a perc még szinte meleg. Isztambul 2010. Színű férgek építik a városunkat. Dobjuk csak le! Ne, kérem, ne! Jól van, elmondom, amit tudok. Még mindig az érdekelne, ki nyúlta le tőled a pályázatodat? Ja, senki nem lopott semmit. Én léptem vissza. Ja, visszaléptél, miután valaki szépen megkért rá. Ne aggódj, én is jól ismerem az ilyen mocskokat. Hasonló cipőben jártam. Csak éppen nekem mindenemről le kellett mondanom. Valamiért az útjában álltál, ő pedig kisemmizett. Mi is a fekete listán vagyunk, mint te barátom. Biztos hallottad? Csengiz Atai, üzletemben! Ezzel Bayraktár, szabadúszó. Semmit nem tudok róla, engedjenek el! Nem mi tettünk gajra téged, hanem az, akiről nem beszélsz. De te valahogy megúsztad a csődöt. És nem csak azzal, hogy eladtad néhány házadat. Nem csak azzal, hogy alvállalkozó lettél. Valami olyasmit kellett ehhez tenned, ami miatt ő végleg leszállt rólad, ugye? Hagyjalak! Nem mi készítettük elő a bukásodat, öreg? Megint csak az, akiről nem beszélsz. Hagyjalak végén, nem mondhatok semmit. Ha bármit mondok, azonnal megölnek. Húzzalak már fel, húzzalak fel! Vedd úgy, hogy nem jártunk itt. És nem hallottuk, amit mondtál, rendben? Mit akarnak? Lássuk csak, toronyúrát, láncszor, tudod te azt? Nem lehet, nem lehet! Csak annyit árulj el. Amikor együtt szórakoztatok, mi volt a kedvenc időtöltése? Mit élvezett a legjobban? Akkor így viszont... Kenan megtudja majd, hogy itt jártunk. Van egy hely! Miféle hely? Egy titkos hely. Csak néhányan ismerik. Egy láthatatlan hely. Évente néhányszor összegyűlnek ott. De senki nem beszél, senki nem szól róla, mert abból hatalmas botrány lenne. És éppen emiatt idegenek be sem tehetik oda a lábukat. Kik mehetnek? Változó. Akik akkor épp a csúcson vannak. Zenészek, színészek, üzletemberek. Meghívni akárkit lehet, ezért megfordulnak ott. Manökenek, tévészemélyiségek, külföldi színészek. Ez nincs megkötve. Kik hívják meg őket? Az alapító tagok. Három vagy négy ülke. Nyilván a felső vezetés köreiből vagy. Vagy nagyon ismert emberek, de a nevüket nem tudom. És mit csinálnak ott? Szórakozgatnak? Így is mondhatjuk, de igazából azt csinálnak, amit csak akarnak. Ha ahhoz van kedvük, zenét hallgatnak, akkor például hívnak egy menő énekest vagy zenekart. Ha izgalomra vágynak, elhívnak két bunyost és fogadnak a győztesre.
Ha a művészetnek akarnak élni, oda rendelik az ország legjobb festőit, hogy alkossanak nekik. Nincs nem létező kérés a kívánság listán. Ha ahhoz van kedvük, csocsóznak a foci válogatottal. Az írók a könyveiket úgy írják, hogy közben nekik felolvassák. Minden határtalan, és minden előírás nélküli. És Kenan Birkan? Ő is alapítótag. Csak ennyit tudok. Már csak egy dolgot árulj el. Hol zajlik? Ahogy érkeznek a vendégek, úgy tűnik el a személyzet. Hogy van ez? Az ilyen rendezvényeken nincs szükség személyzetre. Vagy csak pár emberre. Magunk vagyunk. Hogy ne tanúsíthassák? Ugyan mit? Nem vagyunk mi bűnözők. Még. Komolyan ezzel. Próbálj kicsit lehikkadni. Oda mész, rendben van, és aztán mi lesz? Nem tudom. Akkor meg gondoljuk már végig. Hallod, ezzel? Ezzel? Ali, állítsd le a haverodat! Vagyis hát én találtam meg, de mindegyet most nem számít. Ezzel viszont teljesen megőrzölt, és most oda akar menni. Valami nem tudom milyen titkos helyre. Ráadásul nem csak ő van ott, hanem még egy csomó főmufti is. Ez meg kitalálta, hogy szétcsap közöttük. Figyelsz rám! Aj, de legalább nem menj ilyen gyorsan, így oda sem érünk. Kinyírsz minket még az úton. Állj már meg, légy szíves, gondolkozz egy kicsit a rohadt életbe! Kész, én feladtam. Mondj neki valamit, te Ali! Te beszélj! Rád hallgat is. Apa! Ne csináld, a halálodba rohansz ezzel! Ha megpróbálsz oda bejutni, a fickó helyben kivégeztet, figyelsz? Minek akarsz egyáltalán oda menni? Legalább ezt mondd meg! Mert Eishan ott van! Ez a kis ringyó csak eléri a célját. Megöleti a gyereket. Imádom ezt a számot. Az jó, akkor később elnyomhatjuk duettben. Nem, annyira azért nincs jó hangom. És ki beszélt itt éneklésről? Rendetlenkedik a rockfene gyereke? Milyen büntetést érdemelnél? Én arra gondoltam, hogy a következő lemezen az első dal címe mondjuk Eishan lesz. Akkor már legyen az egész lemez címe. Mielőtt még nekem is fel kéne vennem a nevét engedelmével, most kicsit elvonulok. Rockot is szokott hallgatni? Mindenevő vagyok. De azért hívtam el, mert láttam a CD-jét a szobájában. Miattam? Miért? Talán nem lehetek önnel figyelmes. Ahogy ahhoz is vettem a bátorságot, hogy megvegyem azt a festményt, amit a Minak a galériában lelkesen nézegetett. Sőt, a festőt is meghívtam, ha ennyire érdekik a művei. Egy szavába kerül, és az ön portréját is megfesti. Az ön számára nincs lehetetlen? Azért néha van. A múlt éjjel a Hideghegy című filmet nézte, és feltűnt, hogy elszomorodott. Biztosíthatom, egyik színésznek sem esett baja. Őket is elhívtam, de sajnos nem érnek rá. Nem hiszem. A jövő hónapban viszont itt lesznek. Szürreális, de azért nagyon várom.
megtanultam, hogy a kerítés túloldalán minden szép és jó, és nem érdemes rajta megbotránkozni. Akik ott élik napjaikat, azoknak a kaland és a kíváncsiság már összefort a múltukkal. Isztambul 1971. Most már nyugodj meg. Nem kell idegeskedni. Jól érzi magát a nép. Már kezdenek is rámozdulni. Melyikre gondolsz? Na jól van, ne nézzetek már verébnek. Üldözgetjük neki a virágokat, az meg másra kacsingat. Jó, hagyjad már. Annak meg mi baja? Így is egy vagyomba kerül. Egyáltalán ki vagy te? Hol van Nero? Nem érdekes, hagyd. Mász le onnan a közelébe se élsz. Már mindenki minket néz. Nem érdekel. Gyere, menjünk, gyere. Nem kell megköszönnöd. Én küldtem a virágot, hogy egyiket se köszön meg. Légy szíves, a színpadot se érdemlem. Gyere le onnan. Jól van, menjünk, jól van, elég vagy, gyere. Meg nem merj szólalni, mert kitekerem a nyakad. Uram! Még nagyon fiatal vagy. Az előbb remegtél, mint a nyárfa levél. Így van? Egy kicsit izgatott voltam, de... Nincs de! Az izgalmaidat pedig máshol vezesd le! Össze tudod teszedni magad, és akkor hamarabb leszel profi szólista, mint gondolnád. Megkapod a lehetőséget. Nekem köszönt. A te érdemed. Ügyes voltál. De nélküled soha nem sikerült volna. Ha te nem beszéled rá, észre sem vesz engem. Úgyhogy köszönöm. Isztambul 2010. Egy úr van odakint, azt mondja az ön vendége. Tudtam, hogy mindenki itt van. Hogy hívják? Ezzel Bayraktár. Kimin camları kapansın, bıraktın öyle. Adják neki oda a rádiót. Ha valahol, akkor itt még kevésbé látom önt szívesen ezzel, úr, ugye tudja? De azért gratulálok. Megtalálta a helyemet. Arra vár, hogy most behívjam?
ne is reménykedjen. Ez itt soha nem lesz a maga világa. Ugyanis maga annak a legalján van. Olyan hatalmas fal áll kettőnk között, ami hogyha repülne, sem jutna át. De tudja, mit megkapja az esélyt, hogy kivételesen megkerülhesse. Tessék, fáradjon akkor közénk. Nincs hozzá mersze. Meg sem mer mozdulni.